Sziasztok! Ez itt a Recycling, és ma egy kapcsoló órát fogunk megjavítani. Nem tudom, veletek előfordult-e már, velem már előfordult, hogy valamit megvettetek, fú, de nagyon nagy lelkesedéssel, hogy majd ezt mennyit fogjátok használni, aztán bekerült a fiók mélyére, és több év után, mikor előkerült, akkor már nem tudtátok használni. Hát én így jártam ezzel a csodás kapcsoló órával. Ez egy ilyen programozható motyó, ugyebár soha nem volt használva, tehát ez hozzá tartozik, és jelenlegi állapotában már nem is lesz, ugyanis be se kapcsol, mert semmit nem csinál, semmilyen gombra nem reagál. Ez azért van, mert ezekben a kis egységekben van egy kis beépített akkumulátor, ami egy bizonyos idő után bizony feladja a harcot. Ugye töltés nélkül egyszerűen az összes feszültség elszáll belőle, és innentől kezdve nem is nagyon tud felvenni töltést, akkor sem, hogyha mondjuk újra bedugjátok egy konnektorba. Ilyenkor egy dolgot tehetünk, szétszedjük a masinát, és megnézzük, hogy egészen pontosan milyen akkumulátor van benne. Ezekhez az új motyókhoz általában egy ilyen speciális csavarhúzó kell, ami olyasmi, mint a csillagfejű vagy Philips csavarhúzó, csak nem négy ága van, hanem három. Nekem van egy ilyen készletem, ami tartalmaz ilyen fejet, úgyhogy szét tudom nyitni az ilyen készülékeket. Ezt már megtettem korábban, mert hogy már ugye nyilván berendeltem az alkatrészt, és ebbe a készülékbe egy 1,2 voltos és 40 milliamper órás kis, ez egy úgynevezett ipari akkumulátor, tehát ilyen kell bele, méghozzá két lábú, létezik ez ebből három lábú is, ami ugyanúgy két fázis, tehát plusz és mínusz, csak az egyik oldalon két láb van. Íme, így lehet szétbontani, és ott láthatjátok ezt a kis akkumulátort. Így próbálom mutatni közelebbről, és most az következik, hogy fölveszek egy ilyen kis szerelőlámpást, hogy jobban lássátok, hogy mit csinálok. És fölveszek egy ilyen szemüveget, hogy én is jobban lássam, hogy mit csinálok. Ezt ki kell cserélni, mert ez viszont már egy normál csavar. Az alaplap itt kettő csavarral van odafogatva, és akkor ezt, ha így megnyitjuk, és akkor itt alulról lehet ezt az akkumulátort szépen kiforrasztani. És itt láthatjátok a csomagot, ami egyenesen Kínából érkezett, melyben megtalálható akkumulátorunk. Ezt most meg is nézzük egy ilyen multiméter segítségével. Rámérünk, konkrétan nulla. És akkor erre is rámérünk. És láthatjátok, ez itt 1,25 volt. Tökéletes. Most jön az, hogy jöhet a kis forrasztópálkánk, és most jön az, hogy kéne egy csipesz, amit nem hoztam. Úgyhogy azt most, fú, ezért erős ez a szemüveg nagyon. Idehozom a csipeszt, meg idehozok egy olyan nagyítót, ami valóban egy szerelő nagyító, nem egy szemüveg, mert ez azért... Bocs, hogy az előbb a szemetekbe világítottam. Az a baj, hogy ezt a nagyítót ugyanoda kéne rakni, ahol a lámpa van. Én nem tudom, hogy ez
Hogy fog így működni? Hát, jó, talán. Jó. Ó, igen, kicsit ezzel közelebb kell hajolni. Oké. Megmozdult. Az egyik lába kint van. El is megvan. Megvan, kiszedtük. Igen, és azt is tudjuk, hogy melyik a pluszos vége. Igazából nincs más dolgunk, mint hogy B forrasszuk a lábakat. És gyakorlatilag már azonnal láthatjátok is, hogy tulajdonképpen készen is vagyunk, mert hogy már a kijelző működik is abban a pillanatban, tehát ahogy megkapta az áramforrását, egyből működik. Innentől már nincs más dolgunk, mint hogy itt ezeket az érintkezőket itt visszatoljuk a helyükre. Itt szépen visszacsavarozzuk a kis motyónkat. Egy csavar. Két csavar. Ezt szépen a helyére pattintjuk. Jó? Igen, már azért figyeljünk, hogy az ilyen esetleg leeső forrasztás darabok, meg ilyesmit ne maradjanak semmiképp a... Szóval, hogy ne maradjanak semmiképpen a házba ilyen kis forrasztó un darabkát, meg semmilyen egyéb darabka, hogy nehogy zárlatot okozzon. Na, visszacseréljük a fejet erre a speciális fejre. Szépen visszacsavarozzuk. Ezt is szépen becsavarozzuk. Most jön az, hogy elolvassuk a használati utasítást. Ne tegyen vízbe, vagy más folyadékba. Köszönöm. Clock. Week, hour, min gombokkal együtt alkalmazok állítható pontosítást. Aha. Tehát ezt nyomom először. Ó, igen, nézzetek oda. Timer. Gombokkal beállíthatjuk a programokat. Üzembehelyezés. Csatlakoztassuk a kapcsolóját egy 230-240 volt névleges feszültségű dugaszóló hajzatba. Hozzávetőleg hagyjuk 14 órán át így, hogy a készülék belső memóriájának elemei feltöltődjenek. Ugye ez az, amit most kicseréltünk, mert hogy azért tényleg 3 év után ez olyan szinten lemerül, illetve hát ez már nem is 3 év volt, nekem ez már jóval több volt, tehát olyan szinten lemerül, hogy az aztán már nem vesz fel semmilyen töltést. Be kell állítani a mostani időt. Jó. Csináljunk egy tesztet. Ami abból áll, hogy van nekem egy ilyen kis éjjeli világításom. És akkor 15, 45, és akkor az Zofia pedig 15, 46. És akkor ezt szépen ide bedugom. Ezt meg ide bedugom. És akkor már csak annyi dolgunk van, hogy megfigyeljük. Ez az. Szuper! És akkor most következzen a kikapcsolás funkció, amire még van 5 másodperc. Igen. Ez is tökéletesen működik.
Azért ezt az elemet majd én megpróbálom egy rendes töltővel is megküldeni, hát ha az tud némi feszkót beleadni, mert hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a beépített áramkör, ez a teljes mértékben alkalmas arra, hogy rendesen töltésre bírjon egy beépített akkumulátort. Én egyébként AliExpressről rendeltem a kis akkumulátoromat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha magyar oldalról szeretnétek rendelni, főleg úgy, hogy ugye nem személyesen mentek érte, hanem postával kéritek, akkor igazából nem éri meg a javítás költsége, mert hogy én ezt annak idején 1000 forintért vettem akciósan, de amúgy is egy ilyen 2000 forint körül lehet kapni egy ilyen kis készüléket. Tehát, hogyha itthonról rendelitek, akkor a legtöbb esetben postával együtt ennek az elemnek a költsége magasabb. Úgyhogy sajnos ez van, érdemesebb most is, mint nagyon sok esetben külföldről rendelni az alkatrészt. Most pontos árat nem tudok mondani, mert nem jut eszembe, de itt a leírásban meg fogjátok találni, nézzétek meg, ott tényleg pontosan le fogom írni, hogy mennyibe került posta költséggel együtt ez a dolog. De én mindig úgy vagyok vele, hogy inkább javítok meg dolgokat, mint hogy kidobjam. Sajnos ugye a mai fogyasztói társadalom arra kényszerít minket, ugye, tehát lásd ezen a példán is alapulva, hogy érdemesebb egy újat venni, mint a javítással bajlódni. Én ennek nem vagyok a híve, én akkor is igyekszem mindig úgy kalkulálni, vagy úgy kihozni a dolgokat, hogy igenis meg lehessen javítani dolgokat, és ne kelljen ezért feleslegesen egyrészt pénzt kiadni, másrészt meg ne kelljen feleslegesen a környezetünket terhelni azzal, tehát most ha én ezt kidobtam volna, ezzel rengeteg olyan szennyező anyagot juttattam volna a környezetbe, ami nem jó. Magának a javításnak az oka az egyébként szintén a már korábban videóimban említett ilyen itthoni rezsicsökkentés, mert hogy az én kis teraszomon vannak növénykéim elszállásolva, akik ott telelnek, és nekik azért szükségük van némi fényre. Ez az úgynevezett kék-piros fény, amit LED segítségével el lehet érni. Ugye ilyenkor a téli időszakban ez egy kis plusz, hát ilyen mesterséges napfényszerű nekik, ami segít nekik az áttelelésben. De ez azért a mostani időszakban mégse éghet egész nap, mert hát azért ugye figyelni kell, hogy a villanyszámla az ne legyen az egekbe. Ezért nagyon-nagyon hasznos dolog egy időzítő, de hogyha ti esetleg mondjuk egy karácsonyi dekorációt szeretnétek időzíteni, vagy akár hosszabb időre elutaztok otthonról, és akkor van ezen ugye ilyen random funkció, amit ha benyomtok, akkor azon is be lehet állítani, hogy milyen időközönként kapcsolgasson véletlenszerűen lámpát, vagy külső lámpát, vagy akármit. Ez egy nagyon-nagyon hasznos eszköz. Igazából ennyi lett volna ez a mai kis videó, hogyha tetszett, akkor ezt többféleképpen jelezhetitek, úgyhogy úgy gondoljátok, hogy másnak is tetszett, akkor nyugodtan osszátok meg vele, illetve ha nem szeretnétek lemaradni hasonló tartalmakról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én köszönöm szépen a mai figyelmeteket, sziasztok!